Banyák István 19 éve tartja fontosnak, hogy megemlékezést szervezzen a híres zeneszerző és cigányprímás Bihari János tiszteletére. A műfaj népszerűsítésére szükség van, mert a lehetőségek szűkülnek. Nincs még egy nemzet a világon, akinek ilyen zenekultúrája van, mint a magyaroknak. Ezt világ elismeri. 27 évig voltam külföldön, és ha oda mentem valaki, megkérdett, látom, hogy tetszik neki a zene, és akkor oda mentem, megkérdett, hogy mit szeretne hallani. Azt mondta, hogy Firenze ungarische Musik, hogy játszok magyar zenét. Úgyhogy ezt szeretik a külföldiek is, még jobban szeretik most már, mint ezek a fiatalok. De igazából az, hogy ez kevesebb helyen most már van propagálva. A Magyar Örökségdíja 100 tagú cigánzenekar egy része ezúttal is fellépett a rendezvényen. Biharinak több leszármazottja is zenél a formációban, amely több bihari művet játszik. A magyar közönségnek akkor jó igazán, amikor a cigány muzsikus muzsikálja a magyar nótát, mert a szívdobbanásunk az együtt van a magyar néppel, és úgy adresszáljuk, hogy minden szívet eltaláljon, és hát együtt sírunk, együtt nevetünk. A fellépők között volt a Felvidékről származó nótaénekes Rigó János. Saját elmondása szerint először kocsmazenész volt és esküvőkön lépett fel, majd Bangó Margit közreműködésének köszönhetően belépett a művészvilágba. Minél többet csinálom, annál többet érzem azt, hogy én nekem ez küldetésem, mert attól szebb vagy jobb érzés talán nincs a világon, mikor látsz az embert, hogy az emberek meg vannak elégedve, és szeretnének, hogy még maradjak, közben nem bírok sokszor. Rengeteg fellépés után vannak olyan perceim nekem is, hogy na most abba hagydom az egészet, de nem lehet abba hagyni, mert ugye én ma most nem teszek érte semmit se. Ez megy magától. Lugosi Katalin először lépett fel a Dunaszerdahelyi rendezvényen, amelyről már korábban hallott. Úgy érzi, hogy a magyar nóta és a cigányzene továbbra is népszerű. Azt gondolná az ember, hogy mondjuk csak a 40-50 pluszos korosztály, és nagyon-nagyon jól esik látni, hallani azt, hogy a fiatalok is velem együtt éneklik alkalmanként a magyar nótákat, csárdásokat, és nagyon szeretik. Ebben nőttem fel, ebbe születtem, tehát az én édesapám, illetve anyai és apai ágról is az összes felmenők muzsikusok és muzsikusok voltak. Szinte az anyatejjel szívtam ezt magamba, tehát nálunk non-stop a magyar nóta, cigány muzsika szólt egész pici koromtól fogva.